Jó estét kívánok! Bárdosi Ferenc vagyok, a mai estünk szervező-rendező házigazdája. Tisztelettel köszöntöm az Attila Nagy Király Hotel baráti kör tagjait, a Horthy Miklós Társaság tagjait és a Horthy István Alapítvány tagjait. Sok szeretettel szeretném külön köszönteni Horthy Éva asszonyt, Horthy Emese asszonyt, Szent Györgyi Dezső urat, Marton Gyula tengerész, író urat, és Reiner Péter urat, a vészkorszak túlélőjét. Köszönöm. Most szeretném röviden néhány mondatban mai hősünket, Ferencet bemutatni. 2009-ben családi és rokoni indítatás véget kezdett foglalkozni a Horthy korszakkal. Ennek eredménye 14 könyv a témáról. Számos emléktábla és szoborállítása fűződik nevéhez mecénásként. A Horthy család tagjairól, így főméltóságú kormányzó úrról és családtagjairól. Horthy Istvánról és Édelszent Gyulai Ilonáról. Megjegyzem, hogy egy Ferenc által adományozott kormányzó urat ábrázoló szobor áll az Attila Hotel szoborparkjában is. Ferenc előadásának témái a Horthy család története és kora, Trianon és a többi kormányzó története is. Ferenc jelenleg a Horthy Miklós Társaság tiszteletbeli örökös elnöke és a Horthy István Alapítvány elnöke is. 2014-ben az év újságírója lett a Hermanos kiadónál, majd 2015-ben a Független újságíró nemzeti újságírás ezüst fokozatával tüntették ki. Éppen tegnap volt 10 esztendeje, hogy gróf Édelszent Gyulai Ilona Horthy Istvánné a mennyek országába távozott. Egy perces felállással emlékezünk. Köszönöm Isten áldja Ilona asszony emlékét. Amit ígérni tudok nagy bizonyossággal az, hogy a két részből álló író-olvasó beszélgetés első része arról fog szólni, hogy mindegyik könyvemről 14 van beszélek 2-3 percet, utána pedig az én barátaim jönnek az én segítségem, amiért hálás szívvel köszönetet mondok nekik. Úgyhogy ne várjunk semmire, várjunk bele, hogy egy órán belül be is végezzük azt, amit elkezdtünk. 2010-ben érünk, amikor Horthy István elfedett parancsnoka születik meg, ő lesz az első képkocka. Oroszország 1943. január közepe. A magyar második hadsereg a Voronyezsi fronton. Valahol a jeges orosz hómezőkön egy magyar vezérkari tiszt önkéntesen átveszi a magára hagyott második repülődandár Irovszkojei honvédelmének parancsnoki tisztét. Zetényi Csukás Kálmánnak hívják, vagy elhíresült, a néhai Horthy István kormányzó helyettes katonai parancsnoka. Rangjánál és beosztásánál fogva kérdések és felvetések nélkül távozhatott volna a kilométerekkel hátra lévő biztonságos légierő parancsnokságra, senki nem rótta volna meg ezért. Az ő katonai becsülete azonban más diktált. 1943. január 19-én 750 repülőkatona, 4000 visszavonuló honvéd, 1000 sebesülter körbezárva az oroszok gyűrűjében. Földi harchoz nem szokva, a levegő katonái a végségig kitartanak. Mindenütt elvágva mínusz 35 Celsius-ok. A helyzet teljesen reménytelen. A kitörés, a harc megkezdődik. Aki kíváncsi rá, szerezze meg Antikváriumból ezt a könyvet. 1000 példányban készült, ahogy elmondtam. 2011-ben született meg a Hazáért, mint halálig című könyv.
Ez a könyv gyakorlatilag egy idős Ludovikás tisztről, Török Pál Miklósról szól. Itt 9 éves volt rá, 5 éve távozott a mennyországba. Ez egy interjú kötet, én kérdezem, ő válaszol, időnként visszakérdez, replikázik. Egy kiváló emberről beszélünk, ugye a Ludovika jelszava hazait, mint halálig volt. A következő könyv, ez a Sisú. Magyarországon 3 könyv jelen meg ebbe a témakörben. Sokan nem tudják, hogy mi is ez a Sisú. Amikor 1939-ben Finnországot megtámadta a Szovjetunió, kezdetét vette a téli háború. Az oroszok le akarták igázni a hozzájuk képes területek és lélekszámban is csekély Finnországot. A világ álmogva figyelte a finnek bátor és kitartó harcát. A magyar nép azonban tevőlegesen is tenni akart. 25 ezer magyar férfi jelentkezett önként, hogy segítségre siessenek a finneknek, és az oldalukon harcolva mutathassák meg a magyar virtust az oroszoknak. Hát 25 ezer ember nem lett, 235 ember magyar jutott ki Finnország földjére, és gyakorlatilag részt vett ebben a Sisúban, ami körülbelül azt jelenti, hogy külföldiekből összeállított vegyes dandárnagyságú volt ez a hadtest. Tényleg nem akarok elidőzni, de annyi, hogy a magyarok végül is későn értek, visszavéget adtak a harcnak, és amikor én kutattam, mégis történt egy sebesülés, egy magyar fiú lövést kapott a vállába. Na ez volt a nagy munka, hogy a csodában nincs harc, ezt képzeljük el egy másik magyar fiúval, egy finn lány kegyeiért párbajoztak. Hát a magyar virtus, azért csak megmutattuk, ugye? Az utolsó bevetés, nagyon szépen köszönöm, az utolsó bevetés című könyv Vitéz Nagybányai Horthy István repülőfőadnagy hősi haláláról, vagyis az életéről szól ez a elég vaskos kötet. Ez az egy, ami 2000 példányban jelent meg, gyakorlatilag már egyikből sincs elérhető példány, ez a néhány darab, amit elhoztam. Az ő életét mutatja be ez a könyv. Az emlékképek, jaj, mennyire aktuális, főleg Évának és Emesének mondom. Egyébként Éva tegnap volt a televízióban az M5-nél, és ha jól tudom, akkor meg is említetted Ilona nénit, ha sikerült. De azt mondták, hogy nem ma lesz az adás, úgyhogy... Jogos. Tehát ugye 10 éve ment a mérdezéspont Horthy életátomak tényleg. Meg Ilona nénit. Na, tehát igazából ez a halál után született, emlékezve rá a legnagyobb tisztelettel és a legnagyobb szeretettel, és tényleg nem csak Evesének is Évára mondom, hogy valahogy úgy van ez, hogy amikor valaki elmúlt, akkor szomorúsággal gondolunk rá, és Ilona az, hogy mégis nem a fájdalom, hanem az a mérhetetlen szeretet, az a kisugárzás, ami belőle jött. Úgyhogy... Örülmet is ment el. El akart menni, és akkor még valamit, ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy talán Magyarországon, remélem jól mondom, Horthy Éva, Szentgyörgyi Dezső, meg én találkoztunk vele utoljára, azt hiszem a lakásban, és mi nem értettük a Dezsővel azt, amikor búcsúzott és amit mondott, aztán tényleg akkor búcsúzott el igazából. Ennyit erre a könyvről. 2014-ben egy magyar-angol-német nyelvű könyv született a Horthyról. Ezt azért éreztem akkor fontosnak, hogy mind angol, mind német nyelven megcsinálják, mert a fordításokat nem csináltam. Milyen kicsi a világ, a Szentgyörgyi Dezsőnek egyik volt rokona fordította az angolt így név nélkül. Nagy utat nem járt be, elhallgatták a könyvet, de nincs vele egyetlen példány sem. Köszönöm szépen a segítséget. Ez 2014-ben volt. Aztán még 2014-ben az Ausztrál Magyarok megkerestek a Kormányzó című könyvvel. Ez teljesen angol nyelvű. Ez Ausztráliába ajándékoztam, ha jól emlékszem, 100 darabot, mindössze 200 példány készül, teljesen angol nyelvű, ez csak azoknak segít, akik beszélik az angolt. A legnagyobb munka következik 2015-ben a Horthy család. Gyakorlatilag a Horthy család első ismert ősétől mutatja be a Horthy család tagjait. Itt meg kell, hogy mondjam, hogy igazságtalan csak az én nevem szerepel rajta, mert a fekete fivérek is gyakorlatilag itt kell, hogy lenne a nevük, hiszen a leányatári munka borzalmas volt, és gyakorlatilag szerénységük volt az, ami azt mondta, hogy ők nem kívánnak rákerülni
ez a Horthy család volt, majd jött a magyar holokauszt, itt általában fel szokták kapni a fejünket, hogy a holokauszt, hát ezt figyelom a magyar holokausztól, és gyakorlatilag Nemes Udvardi és Bást Udvardi Miklósról ez ideig nagyon kevesen tudtak bármit is, érdekes olvasmánynak tartom. Volt egyszer egy Horthy korszak 2016-ban, mert hogy annyi mindent mondanak erről a korszakról, és próbáltam itt is tiszta vizet önteni, hogy mi is volt ez a Horthy korszak, hogy milyen volt ez az időszak valójában, amelyről több negatív információt és kritikát hallunk manapság, mint pozitívan. In Memoriam 2017-ben születik meg ez a könyv. Ez azért éreztem fontosnak, mert ugye ebben az évben, 2017-ben Horthy Miklós kormányzó halálának volt a 60. évfordulója, és fiának a halálának a 75. évfordulója. Akkor született meg ez a könyv, a kormányzat és a fiát mutatta be. Visszatért a Return, visszacsatolt területekről szól, hogy hogyan és mind történt. Mit mondjak még erről a könyvről? Fájdalmas szíve, hiszen az első sorokban is erdélyek vannak, meg székelyek mellettem, meg székely mellettem. Úgyhogy ez inkább ezért született. A Nemzeti Hadsereg egyik kedvencem. Néhány évvel ezelőtt, egyébként 2018 néhány év, 5 évvel ezelőtt mondjuk, volt egy bemutató, ahol elmondtam, hogy eddig még a Nemzeti Hadseregről kötet nem jelent meg, és nem az én dolgom lett volna, hanem egy végzett történésznek, hogy írjon erről a korszakról, azóta sincsen erről könyv. Itt azért bemutatjuk, hogy mi volt ez a Nemzeti Hadsereg. Nyilván minden könyvemet, hogyha most kellene írni, akkor egészen másképpen írnám, hiszen az információk rendesen áramoltak be, és a Nemzeti Hadsereg kapcsán pedig legyen, hogy itt is vannak ideig volt állítások, de ezen már nem nagyon tudunk változtatni. Az utolsó könyv a Nagy háború magyar hősei, az első világháború magyar hőseiből közöttük Horthy Miklósról tart bemutatót ez a könyv. Úgy volt, hogy születik egy második kiadvány is ebből, a második világháború magyar hősei, de lehet, hogy nem hiszik, erre volt a legkevesebb igény. Nem értem, hiszen Szentgyörgyi Dezsőben voltunk valamikor még 10 éve, a hadtörténeti múzeumban talált, a aranyvitézségi érmesek bemutatója teltházzal ment, és nagyon nagy szeretettel fogadták, de hát lehet, hogy az én személyem az miatt, ami nem ment. Erről sem igazán élek az első világháború hőseiről. Azért volt ilyen rövid ez a 14 könyvnek a bemutatója, mert azt szeretném, hogyha egy másik oldalomat is megismernék azok, akik csak ebben a, ugye mint Horthy korszakról szólnak ezek a könyvek, és ezek nagyon objektívak, érzelemmentesek, tényközlők, én tényleg azt gondolom, hogy elfogulatlanok, vagy legalábbis törekszenek erre, viszont az úgynevezett szép írói, ha mondhatok ilyet oldalon, az teljesen másod érzelmeket viszek bele, és én azt kértem az én barátaimtól, hogy segítsenek nekem, de mielőtt eljutnánk ide, publikanttal előadóművel szeretném megkérni, hogy tiszteljen meg bennünket egy verset. Jó estét kívánok, szeretettel, kiemelt tisztelettel üdvözlök mindenki, és akkor felkért Ferenc barátom, hogy mondjak egy verset erre az alkalomra, hát elég nehéz volt választani egy olyan verset, ami úgymond ide illik, de végül is találtam egy verset, ami nem csak ide illik, hanem véleményem szerint, majd meghalljuk a versnek a tartalmát, véleményem szerint Karinthy Frigyes ezt a verset Ferinek írta. Nem is személyesen, de nagyon illik rá. Most elmondom, Karinthy Frigyes Előszó című versét. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek.
próbáltam sugni szájon is külön, mindnyájatoknak, egyenként külön a titkot, ami úgyis egyre megy, amit nem tudhat más, csak egy meg egy. A szót, a titkot, a picin csodát, hogy megkeressem azt a másikat, s fülébe sugjam, add tovább. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek, mert félig már ki is bukott. Tudom. De mindig megrekedt a félúton. Az egyik forró és piros lett tőle. Ő is sugni akar. Csók lett belőle. A másik jégéd elmett. Megfagyott. Elment a sírba, itt hagyott. A harmadik csak rám nézett hitetlen. Nevetni kezdett, és én is nevettem. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. Gyermekkoromban elszántam magam, hogy szólok Istennek, ha van. De nékem ő égő csipke fenyérben, meg nem jelent, sem borban és kenyérben. Hiába vártam sóván irigyen, nem méltatott reá, hogy őt higgyen. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek, hogy fájt, amikor csúfoltak és kínoztak. És sokszor jobb lett volna lenni rossznak, mert álom a bűn, és álom a jóság. De minden álomnál több a valóság, hogy itt vagyok már, és még itt vagyok, s tanúskodom a napról, hogy ragyog. Én Isten nem vagyok, és nem egy világ. Sem éjszakfény, sem álójé virág. Nem voltam jobb, se rosszabb senkinél. Mégis a legtöbb ember, aki él. Mindenkinek rokona, ismerőse, mindenkinek utódja, őse. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek! Elmondom én! Elmondanám. De béna a kezem és dadog a szám. Elmondanám az út, hová vetett. Segítsetek hát! Nyújtsatok kezet! A csörgőt eldobtam. És nincs harangom, itt lent a porban rossz a hangom. Egy láb mellemre lépett, eltaposta. Emelhetek föl a magosba egy szó széket, a sok közül kibérlek. Engedjetek fel lépcsőjére! Kérlek! Még nem tudom, mit mondok majd. Nem én. De úgy sejtem, örömhírt hoztam én! Örömhírt, jó hírt, titkot és szivárványt nektek! Kiket szerettem, állván, tátott szemmel, csodára várván. Amit nem mondhatok el senkinek, amit majd elmondok mindenkinek.
Amikor az Andi azt mondta, hogy a szerzőtől mond egy verset, mely rólam szól, akkor megijedtem, hogy a Privékek és Csavargó című költem következik, de szerencsére nem. Most pedig tisztelettel szeretném fölkérni Fazekas János barátomat, hogy kezdjem meg azt a sort, amelyben egy másik írói arcomat szeretném bemutatni. Kotogúj és a puszta. Évtizedekre, sok-sok kilométerre már tőlem, ám hogy a tavasz eljövén egy újabb évforduló, redemptió suttogom magam elé, fájó szívvel, de erős elhívással újvást előcitálom a régi történetet. Isten veled, Isten velem. Redemptió. Két hatalmas erő egymásnak ment, Kún és Jász. Nem tudták széllyel választani öten sem az ívó előtti réten. Úgy harcoltak azok egymással, mint veszett farkasok, akik egymás vérére szomjaznak. Tisztes férfiú párviadalt, a legény párbajt el tudta fogadni, a könnyen forró Jász Kunvér, de a hiriget és a gyilokig tartó viadalt soha nem engedte a nemzetiségünk tisztessége. Ám most olyan erős volt a szenvedély a két legénynek, hogy nem bírták a sok népek megteremteni a békességet. Ekkor érkeztünk meg, én és az öreg Kotogú, jó magam a háta mögött bújtam meg, megijedve a virtustól és a patakban ömlő vértől. Felmentésemre egy lehet, alig voltam 9 ettendős a kunsági homokon. Kotogó az ingójába előrántotta a buzogányát, csak egyet szólt, mondott ki a száján. A kisebb töbek, amire a legnagyobb megdöbbenésemre a küzdők azonnyomban elengedték egymást, magukat megszégyelve, fejüket meghajtották az idős tanító előtt. Kotogú még valamit mondott nekik Kun nyelvén, majd előbbi ellenségek egyszerűen kedet nyújtottak egymásnak. Az öreg intett egyet, és a csődület, mintha ott sem lett volna rögbe szétszéledett. Megilletődve néztem tanítóra, és gyermeki agyam nem tudta felhobni, hogy Kotogúnak honnan és miből való hatalma van a Konok-Kun harcosokon. Hiszen ő alig 60 kilós, és a birkozóknak még az álláig sem ér fel. Ajkamat rágva szedtem össze minden bátorságomat, hogy tőle magyarázatot nyerjek számomra a megmagyarázhatatlanról. Idős testvérem, mondd, mit mondtál a viaskodóknak, hogy hatalmat rettenes erejük felett? Az öreg nagyot fújtatva térdére vett, és elmondta nekem hatalma történetét. Tudod, fiam, a vetélkedésnek, a kakaskodásnak ideje van, amikor a legény ember, de egymás vérét nem húzhatja Kunnak-Kunnak, vagy Jásznak. Régtől való törvényünk van, hogy mikor bajban kimondjuk a redemptió szót, akkor minden Kúsz Jász testvér az őseiről tekintettel megjuhászkodnak. Lehet bármekkor és az ellenérzés, a redemptió mindent felülír. Elkerekedő szemekkel bámultam magam elé, 9 esztendős lélekkel soha nem hallottam én a redemptióról, vagy mi a csodáról. Idős Kún megsajnálhatott, mert szeliden megsigolt a barna kobakom, és elmondta nekem a Kún erről szóló alig ismert történetét. Jó magam, nagy odafigyeléssel és mély tisztelettel hallgattam igéjét, amikor a Habsburg Lipót 1702-ben rút zálogba adta 500 ezer rajnai forintra a német lovagrendnek a kiskunságot, nagykunságot meg a jászságot, akkor a Kúnok meg a Jászok elveszítették ki minden jogukat, amit évszázadokkal előtt nyertek a magyar királyoktól. Lipót és a másik Lipót, Kolonis Lipót bíboros csúnyán elveszejtette népünket, így nem csoda, hogy Rákóczi vezérlőfejedelmet vedette szabadságban a Kúnok,
Bakó István urunk zászlele állottak, hogy nehéz sorsukból a Habsburg udvarnak valamit visszaadjanak. A szabadságharc után véres megtorlás sem segítették az osztrák császárokkal és a német lovagrendekkel a békét. Így a konokkal, a jászokkal, a lovagok nem bírván, az 1730-as években eladták a Kunyász földeket való jókat az invalidus háznak. Aminek élete ettől sem lett sokkal jobb, míg nem 1744-ben megindult a második sziléziai háború, amelyben jászkun fegyverekre is elő szükség volt. Na ekkor mentek alkuba a fajtánkból valók Habsburg Mária Teréziával, melyben vállalták, hogy 1000 fős hadkiállítást, illetve ha szükség esetén újabb 1000-ét. Továbbá, hogy visszafizetik a hajdani 500.000 forint eladási árat, és akkor újra szabadok lesznek. Mind a 25 jászkun település megkezdte a gyűjtést a szabadságukért. Asszonyok minden arany és ezüst ékszereket beadták a közösbe, a férfiak még a mente láncukat is, de minden értéküket adták az elérhető célért. Vért izzadva hatalak munka árán jász és kun összetartva végre összejött verejtékkel megszerzett pénz. 1745-ben Mária Teréziától így vettük vissza a szabadságharcunkat. Ezt a szerződést hívjuk redemptiónak, vagyis megváltásnak. Megváltottuk magunkat, mint egykoron bennünket is megváltott Krisztus Urunk. Ideig jutva a beszédében Kotogut hallgatom, én meg elkerekülő szájjal tovább kérdeztem őt. Idősebb testvérem, mondd meg nekem, hogy mikor kimondtad a redemptiót, akkor miért hunyászkodtak meg a bűvaj erős legények? Hogy tőled megféltek? Úgy villant az öreg szeme, mint a réti farkasé. Azért öcsém, mert a jászkun nem mehet a jászkunnak. Csak összetartással érhetünk el célt. Van annyi ellenség, hogy mi is magunk tépnénk, minden lesznénk. Erre emlékeztet bennünket a redemptió szó. Ha meghallja, és nem engedelmeskedik a jászkun békének, akkor rég kitagadták. Ridegé lett, még a faliból is mennie kellett. Így volt bizony, így. Sokáig és sokat beszélgettem, és tanultam Kotogutól, a múltról, a jelenről és a jövőről is. És még valamiről. Arról, hogy a Kunyász származás tudat mellett már a minden magyarok lettünk, mind-mind magyarok lettünk, tisztességgel beilleszkedtünk. Így hát minden magyar testvérünk jó lenne a redemptió kimondása nélkül is össze tudna fogni újra. Ez a csodálatos nemzet, jászként, kunként, székelyként, palocként, svábként, vagy magyarként. Mert ha ez meg lesz, akkor Magyarország újra nagy lesz, és nem bír el velünk egyetlen ellenség se. Hosszú idő telt el azóta, elszaladtak az évtizedek. Az lenne a csoda, ezt tanította nekem az idős kun, és ittam a szavát, és akkor fogadtam meg, hogy a redemptió minden évfordulán újra és újra megismételem Kotogu bölcs megfogadni való javaslatát. Magyarok, békéltek meg egymással, és nektek senki ellent nem állhat. Így volt ez 1745-ben is, napra pontosan 778 esztendeje május 6-án, mikor a kunok jászok visszakapták a szabadságukat. Isten segítsen bennünket, és óvja Magyarországot, hogy Kotogó kérése végre halló fülekre és nyílt szívekre találjon. Így legyen. Detényi Pásvelem. Március 25-én gyümölcsoltó boldogasszony napján. A férfi
férfi legyen, a nő meg nő. Fejhegyző álló legényként már megfordultam a szoknyák után, amikor egyszer Bóta apó magához hívott. Ugye szépek a jányok, fiam. Magamat megszégyelve, nagyot nyelve, csak bólintani tudtam. Hely, ne restve egyet! Az lenne a baj, ha nem tetsződnének neked. Így van ez jó, öcsém! Néztem én az öreg görbe mutató ujját, de az Istenért sem tudtam, hogy hová akar kiukadni az idős. A test dolgait bizonyosan elmondták neked az idősebb fiúk, de a női lélekről ugye nem beszéltek. Tétován néztem szét, és széttártam a karom, miközben Bóta apó folytatta, amit megkezdett. A nők sokkal finomabb szívűek, mint a férfiak. Kérezkedj hozzájuk, szeresd őket! De egyet ne feledj! Jó, magam már inkább menekülni akartam szégyenlősségem miatt szorult helyzetemből, ám az öreg addig nem engedett, amíg végig nem mondta mondókáját. Úgy szeresd a jányt, vagy majd az asszonyt, hogy ne álts neki nagy héveddel, és éppen annyi fájdalmat ejts a szívén, amennyit édesanyádnak, húgodnak, nővérednek ejtenél. A nőt szeretni kell, és akkor ő viszont szeret. Adjál meg neki mindent, amit ember megtehet. Bóta apótól megpirosodott arccal és bura érzésekkel távoztam. Értettem is, amit mondott, meg nem is. Még néhány tavasznak kellett eltelnie, hogy végre megérthessem bölcs szavait, amit a nőről, a női lélekről tanított nekem. És most egy régi emlék. Szombat délelőtt az Izsáki földút melletti íróban álltak meg az emberek, hogy a másnapi vásárt átbeszélhessék. És bizony, ha már ott voltak, néhány icce bor és egy-egy bögre meleg kávé segített ebben a szándékukat. Szóba került ott mindenről, a tudományokról, a régi világról, és még arról is, ami a szemérmes lányok, asszonyok fülének nem van. Úgymond a férfi dolgokról. Persze elhangzottak ott olyanok, amelynek ha fele igaz lenne, akkor talán a világon egyetlen boldogtalan asszony sem élne. Bizony ez volt az a téma, amelyben minden gazda nagyon is otthon volt. Miután egymásnak bebizonyították nagy-nagy férfiasságukat, felhatottak még egy pohárra a sárfehér bolbor, vagy az addigra langyos kávéból. Hittek is, meg nem is a másiknak. De úgy voltak vele, hogyha az ő vadabbnál vadabb állításait elhiszik, úgy ők is ezt a másikkal megteszik. Egyedül a társaság nagy öregje, Bóta apó nem szólt, ám a végére minden szempár reás szegződött. Nagyot szít a pipájából, gombolt egyet a lajbián, az oda mondott a nálad a ifjabbaknak. A 20 éves legény hajszolja a szerelmet és a gyönyört. A 30 éves már kezdi érteni. A 40 éves majdnem érti már. Az 50 éves kicsi híján megszerzi a tudást. A 60-as meg magától jön rá. A népes társaságból csak István, a fiatal csikos merte az idős tovább kérdezni.
Hozz bátyám, kedd így a hatalom felül, hogy van ezzel a ügyel? Buta apu a feje búbjára tolta a kalapját, szép lassan kis kanalával kikanalazta a cukrot a kávés bögréjéből, majd utána válaszolt meg a legénynek. Így, öcsém, így! A nők a sírig tudják bírni a szerelem gyönyöreit, mi férfiak meg csak fele addig. Meg kell a nőt becsülni, nem csupán a testét, de a lelkét is. Ezért mondom én nektek, hogy ugyan a kávéskanalat a kávé keverésére adta a korcsmáros, nem a cukor lassú kikanalazására, de én még a kis kanálról is a cukrot egyszer-egyszer lenyalom. Én az életem minden percét megköszönöm a jó Istennek, hogy az asszonyomat mellém rendelte. Ti meg ne csak szeretőt lássatok a nőben, hanem az anyát és a születendő kislányotokat. Hát így legyetek, legények! Nagy csend lett az izsáki homokon. Egyszerre hallgattak el a szerelem és a gyönyör tudósai, szívcsábászai és a lepedő állítólagos mesterei, atlétái. Egymásra néztek, szedelőzködtek, tehát még meg is szégyellették magukat, úgy indultak hazafele. S lásd csodát, ahogyan a korcsmáros az ivója ablakán utánuk nézett, azt látta, hogy a legények a mezőről virágot tépnek. Virágot téptek, hogy azt az asszonyuknak figyék meg. Buta apu is röviddel ezután betette maga után az ajtót, és zsebéből feleségé fényképét vette elő. Ott gugultam 12-13 évesen a pajta mögött megbújva, az egész férfi beszélgetés kihallgatva, értve is, meg nem is az. Láttam, ahogyan az idős férfi az asszonya fényképét, majd 50 évnyi házasság utáni szeretettel megcsókolja. És egy vörös rózsaszállát vesz ki a lajbia legbelsőbb zsebéből. Gyümölcs volt a boldog asszony napja volt, ezen az egykori gyönyörű tavaszi napon. A hölgyeknek készsokkom, az uraknak erős készszorításom. Vigyázzunk, vigyázzatok egymásra, mert egymás nélkül sem örömünk, sem bánatunk. Férfi és nő egymás nélkül nem vagyunk. Zetényi Csukás vagyok. A hit és a szeretet eleje. Ilyenkor éjjel, amikor egyedül vagyok a mindenséggel, megvallom, hogy sokszor lankad a hitem. Kétségek gyötörnek, elbizonytalanít a mindennapok közönye, ilyenkor egy közel 8 évvel ezelőtti találkozás emléke ad erőt a megkezdett munkám folytatásához. Egy Szeged környéki kis településen élő 24 éves leány írt nekem, akkor egy szívhez szóló levelet, és azt kérte, hogy látogassam meg, mert nagyon szereti az írásaimat. Nem szoktam ilyet tenni, de a levelében volt valami, amire nem tudtam nemet mondani. Szerény, tiszta otthon és gondoskodó édesanya, dolgos kétkezi munkás apuka és nem túl fényes megélhetés. A leány szép, mozgássérült. Autóbalesetben veszítette el mind a két lábát és a szerelmét is. Egy pillanatnyi tévedés miatt. Nem okol senkit, nem haragszik a világra sorsáért. Nagyon boldog, hogy megérkeztem. Beszél, beszél, és én csak hallgatom. Nem tudom levenni a szememet az arcáról, már nem is látom a lába csontjait. Esztiben nincs harag vagy elkeseredés, egészséges lelkű ember. Sokkal egészségesebb a lelke, mint sokunké. A szemében, abban a vakítóan kék szemében nézek, és csodálom őt.
néptáncos volt, nem teljesen 4 évvel ezelőttig, nem is akármilyen. A fotók és a videók tanúsága szerint a legtehetségesebbek közül való. Éppen fellépésre indult, amikor a szembe jött a teherautó. Pereg a film, de a gondolataim máshol járnak. Megfogom a vállát, mert nem bírom nem megkérdezni. Hogy bírod, kedves? Elmosolyodik. Tudod, én egyszer már nem is régen feladtam. Akkor a te írásaid is segítettek, és a hited, a magyarságban a remény. Elfordítom a fejemet, hogy leláthassa a könnyeimet. Azt mondja, hogy én adtam erőt neki. Ő, aki sokkal erősebb nálam, hiszen most ő adott nekem óriási erőt az utam folytatásához. Megcsókolom a kezét. Ahogyan a falatnyi konyhában búcsúzkodunk, néhány könyvet mellé egy 100 eurós bankjegyet is lopva leteszek. Édesanyja szemlesütve tuszkolja vissza a zsebembe. Kevés pénzből élünk, de megélünk. Segít a hitünk és a jó emberek szeretete. Írjon inkább Ferenc, azt még én is elolvasom. Ne adja fel, szükség van magára. Némán öleltük meg egymást az édesanyával, és könyvpatakok egyszerre és megállíthatatlanul indultak el országunkon. Eszti kerekezett ki, utánunk, és csak ennyit mondott. Szeretlek benneteket. Ott álltam az autóm mellett tehetetlenül. Vállamat az okogás rázta, és a Domino Elf című filmből jutott eszembe a főszereplő hit tétele. Ha mindent elvesznek az embertől, ha semmiképp nem győzhet, végül azt mondja, mi az ördögnek harcolok. Erre számítanak, hogy előbb-utóbb feladja az ember. Pedig ha az ember feladja, akkor jobb, ha inkább meghal. Nem tudom feladni. Nem tudom, hogyan kell. Most is, ahogyan a sorokat írom, többször elhomályosult a képernyő, és egy fáradt könycsepp vándorol lassan az arcomon. Eszti és mindenki. Nem szabad feladni. Zettenyi Csukás Ferenc. Eszti tanítónő lett egy árvaházban, és életében a második szerelem is megérkezett. Egy szinten mozgássérült, de egészséges lelkű fiú személyében. Ezt onnan tudom, hogy én voltam az egyik esküvői tanúja. Nem sokkal később a párnak gyönyörű kislánya született, és a két mozgásában korlátozott férfi és nő így él már 2 esztendeje teljes értékű. Bocs, Eszti és Jani. Most én mondom, szeretlek benneteket. Mondtad, hogy nagyon objektívek a könyveid, és érzelemmentesek. Ezek az írások mind olyanok, hogy meg lehet könnyezni. A címe nem tábornok, csak egy őrvezető emlékezete. Az írás mottója, ki hitéért, hazájáért és bajtársaiért adja életét, az mindörökké él. A kiskunsági vasútállomás várójában nem volt senki a vakteron és egy öregemberen kívül, csak a csend. Hangosan köszönve törtem meg a némaságot, és éppen szerét vettem annak, hogy tovább is állok, amikor a derékpályaőr az idős férfira mutatott. Majd gondosan körbenézve elsietett. Elidőzött a tekintetem az öregem. Alacsony és szikár volt, szűk, kopottas bekecsben ült, és lovagló csizma volt vékony lábain. Az arca ragadott meg leginkább. Barna, napszitta ábrázat, olyan ferde, szűk szemekkel, hogy csodálkoztam is, hogy miképpen láthat ki a mongol redője mögül. Eddig jutottam az elmélkedésben, amikor megszólított. Ugye, Irénke fia vagy? Igen, az vagyok. Válaszoltam félénken és igen sután, de mentségemül szolgált mindössze 10 esztendős életkorom. No, ha te vagy, akkor én meg Szatmári László lennék. Azt mondd meg, hogy van-e példaképed már? Szemben velem a váróajtaja volt, felette nagyvörös csillag és a falon szocialista jelszavak. Elgondolkodtam a kérdésen, és legjobb gyermeki érzéseim alapján válaszoltam meg. Bácsi, az aradi mártír tábornokok, a generális, aki megmentette az elveszettnek hit csatát,
és McLean, az Orion kapitánya számomra a példakép. Az idős mosolyogva válaszolt, jól van, jól, elég ideálok, kiváló hősök mindannyian. A tábornokok, az ezredes, és bizonyosan a kapitány is. Hát az én példaképen nem ilyen magas rendfokozatú és nagy ranggal bíró, csak egy őrvezető. Azért jöttem Budapestről, hogy elmondjam neked a történetét. Igen, igen, csodálkoztam én is az ismeretlen bácsi szavain, azon meg főként, hogy a fővárosból miattam érkezett. Sokat nem töprenghettem, mert miközben egy vonat áthaladt az állomáson, az idős úr elkezdte a mondandóját. Amikor a háborúban, amiről ma nem lehet őszintén beszélni, kint voltam Oroszországban, éppen Voronyezsnél, amikor egy századnak voltam a parancsnoka. Mindössze eddig jutott a bácsi a történetében, amikor a váróajtaja kinyílt, és a bakter nézett be azon. Jelentőség teljesen bólintott, majd kívülről az ajtó elé állt. Az idős így mesélt tovább. A szovjet minden oldalról lőtt ránk, és vissza kellett vonulnunk mihamarabb. A századból már csak néhányan lehettünk hátra, amikor a sisakomat eltalálta egy repesz, és ájultan terültem el a földön. Eszméletvesztésem előtt még láttam, hogy egy fiatal magyar őrvezető lehajolt hozzám. Később a hadnagyon mesélte el, hogy egy kecskeméti szilaj fiú volt, aki a muszkapergőtűzben a vállára vett és visszavitt a biztonságos fedezékbe. Ő volt az utolsó, aki a századból ott maradt a veszélyben, akinek az életemet köszönhetem. Ahogyan magamhoz tértem, rögvest rohamot vezényeltem, és megfutamítottuk a négyszeres túlerőben lévő ellenséget. Az őrvezetőn ment legelől, és azt kiáltotta, nem engedjük soha, soha Árpád Konát. Bácsi, százados bácsi, maguk igaz hősök, maguk bátor katonák. Megengedő, hogy az én példaképem is lehessen az őrvezető bácsi? Gyermeki héven minden lelkesedésével ugrottam fel, s tépeltem magam előtt a képzelt ellenséget. A bácsi szája elé tette az ujját, vállamat átfogta, és halkan suttogta felém. Halkabban, kis legény, a falnak is füle van. Igen, fiam, legyen a te példaképed is, legyen a tiéd az őrvezető. Megszégyelve magamat, immár a nyugalmat erőltetve, lázban égő testemre úgy kérdeztem, százados bácsi, és ugye megjutalmazta a bátor őrvezetőt. Az öreg arca elkomorult. Nem tudtam, fiú. Késő este lett, mire a táborba megérkeztünk, hajnalba pedig az őrvezető rajával önkéntes felderítésre ment. És kérdeztem ostobán. Raja élén aknára lépett, és hősi halált halt. A könnyeket nem tudtam visszatartani. Bácsi, százados bácsi, miért éppen ő? Az öreg tiszt megsimogatta a hajamat. Mert kiváló emberként és jó katonaként tette a dolgát. Tisztlétemre példaképem lett Szűcs János, magyar királyi őrvezető. Egyszerre, mintha megéreztem volna valami megmagyarázhatatlan. De ki volt ő? Bácsi, ki volt ő? Az idős férfi mélyen a szemembe nézett. Fiam, azért jöttem el, hogy elmondjam neked, hogy ki ő. A hős őrvezető volt a te anyai nagyapád. Alázatos hittel, Zetényi Csukás Ferenc. Eszendék óta veszem újra a kunok régi szokását. Akik úgy tartják, hogy a hagyományokra azért van szükség, mert nélkülük olyan lenne az ember, mint az oktalan állat. Ősök bölcsességére azért is nagy szükség vagyom, hogy az ember fia ne kerüljön rabságba, se csendőr kézre, legalábbis így mesélte nekem kotogó az öreg kun. A fény születése, kun napforduló. Egyre másra gyúltak meg az őrtüzek a pusztán,
még az sem tévedhetett el a korai estében, aki félig vakon volt. Így ültek össze a kunok a téli napforduló ünnepelni, és egymásnak számot adni az elmúlt időről. Birkát főzve, nagy vidámságban örültek egymásnak férfiak, asszonyok, gyerekek, akik így várták, hogy este eljövetelével meggyújthassák a legnagyobb tüzet, a szertüzet. Azt vallják legalábbis az Iloncsuk és a Csertán nemzetség leszármazottjai, hogy ilyenkor december 21-én fekete színű lovat kell futtatni, és a mágára dobott szalmabából együtt égel minden rossz, amely esztendőben megtörtént velünk. Kalamomat milyen szemembe húzva járom körbe őket, és gyermekkoromra gondolok. Hányszor, de hányszor ültem tűznél, mint kicsi gyerek. Milyenek sokszor is voltam én közöttük. Hosszú idő telt el azóta, elszaladtak az évtizedek, és az lenne a csoda, ha megismernének. Kotogi és nagymamám halál után nem tudtam visszatérni az izsáki orgoványi homokra, nem bírta volna el a szívem. Most sem tudom, hogy mi lehetett az a végtelen erő, ami visszahozott a gyökerekhez a messzi távolból. Céltalanul bókolászok közöttük, ha köszönné melyikük, én becsülettel visszaköszönök, néznek rám a gyönyörű ferdéhasított mandulaszemeikkel, de meg nem szólítanak. Régi kunsz szokás szerint én addig, míg meg nem szólítanak, nem szólhatok. Múltat idézve állok meg az egyik bográsnál, és még a sötét ég alját kémlelem, ekkor furcsa mód valaki megrángatja a nadrágomat. Adjon Isten, köszön rám egy 9-10 éves forma gyerek. Édesapám kéreti, ha éhes a gyomra, és nem lesz elfogadni egy tenyényi jó birkapörköltet, akkor gyűjjön velem. Még a szeme is nevetett, ahogyan hív. Messziről szaglik, hogy csibészkölyök. Szép cserzett barnás bőre van, gesszene szín hajjal, keretezett arccal, kunfajta, olyan szép mokány. Kalamot még mélyebbre húzva vele megyek, kíváncsiságom, és nem az éjség az, amire erre vezet. Megállunk a fiúval kicsit odébb, hogy egy idős magunkhoz invitáljon. Melegedj meg a tüzemnél, egyél az ételünkből, és amikor kedved úgy tartja, akkor menj tovább. Sokszor hallottam ezt a mondatot gyermekkoromban, amikor az ugaron a mieinkkel találkoztunk az öreg Kotogó társaságában. Az idők elejétől így köszönte a vendéget, így jelzi a másiknak a kun, hogy elfogadja őt. Én is ősi szokás szerint viszonoztam, a dételeteket elfogadom, tüdeteknél megmelegszem, jó szándékot megköszönöm. 14-en ültek a bogrács felett, és mindegyikükkel kezet ráztam, és miközben engem néztek, én meg őket, mire megszólalt az egyik öregjük. Vedd le hát azt a kalapot, önni abban nem való, Ferenc. Illő, nem illő, elmosolyodtam, hogyan is gondolhattam, hogy meg tudok bújni előttük, hiszen már akkor megismertek, amikor megérkeztem. Hosszasan sokat beszélgettünk, volt amiről. Egyesével hallgattam meg a történetüket, hogy majd én is vesélhessek az enyéinkről. Büszkék voltak rám, hogy szerintük milyen magasra emelt a szerencse csillagzatom, és az embereket a múltra és a múlt tiszteletére tanítom. Alázattal véve túlzó szavaikat lassan készülődni kellett. Nekik a szerre, nekem meg messze után volt még az ismeretlenbe. Könnyek között ígértették meg velem, hogy mielőbb visszatérek. Tanítok, és még mesélek. Szeretettel öleltem meg őket, és nem tudhatták, hogy közben azt gondolom, hogy ők mindent tudnak. Minden fontosat tudnak a világról. Ők az élet mesterei, abban én vagyok a szerény tanuló. Isten áldja meg a kunokat,
magyarokat, minden nációt, ki magyarnak vallja magát. Így Tengre! Zeteri Csukás Ferenc. Hát, amint hallottuk, Zetényi Csukás Ferenc milyen csodálatos történeteket ír le, ami bizony megkönnyezteti az embert. A puszta törvénye, a magyar ember tisztelete, a pusztának törvénye van, papírra soha nem lejegyzett, kőbe soha nem vésetett. Istentől vétetett. Ezt főként akkor éreztem, amikor ott ültem a pisrákoló kemence mellett, és vendéglátóm ajkáról halkan búgva jött az ősi magyar szó, miközben szeme messzire lévett. Kicsit hunyorgott, mint aki napban nézett. Elmúlott századok regélyi, mondái élettek fel nyelvén, csak úgy buzgott fel belőle a számolatlan szó. Valami olyan egyszerű igazságokkal, amelyeket elfeledtettek velünk a jelenkor. Beszélt ez a szikár barnult arcú öreg parasztember, és én csendben és tisztelettel hallgattam. Én, aki a világ mai fogalmai szerint számíthattam inkább gazdagnak és sokkal tanultabbaknak. Minden figyelmemet alázattal neki adtam, büszke voltam, hogy tőle okulhattam. 15 esztendő telt el. A gyönyörű kis tisztáson kevés törzsű diópa szökkent szárba, alatta friss ápolt sírhalom. Egyedül ülök az összeeszkabált padon, és emlékeimet kutatom. Évről évre legalább egyszer visszatértem idős barátomhoz, hogy okuljak tőle. Minden bölcsességét lejegyezzem az utána hagyott kornak és az elfeledett időnek. Ebben az eszendőben már késő értem, az idős előre ment. Soha nem félte a halált. Szomorú magányomban a tőle évekkel ezelőtt kapott, kopott bicska élét próbálgattam egy letört ágy derekán. Hirtelen egy 5-6 éves kisfiúra lettem figyelmes, aki mint szélvész száguldott elém apró kék biciklién. Miután köszönt, megállt tőlem úgy 3-4 méterre, és csak nézett a nagy barna szemeivel. Előbb én ismertem meg őt, öreg barátom legkisebbik unokája volt. Az a nagypapa bicskája, szólalt meg végre, nagyot nyelve, miközben nem tudta szemét levenni a zsebkésről. Megismert, fiú? Kérdeztem halkan. Aha, bólintott, majd hegyes kis mutató ujját rám tartva folytatta. Tégedet emlegetett mindig, papa. Mindig téged várt. Azt mondta, hogy ha majd nagy leszek, akkor legyek olyan, mint te. Elmosolyodtam, miközben az arcomon egy könycseppet maszatoltam el, és a kezébe nyomtam az nagyapja bicskáját.
Ez a bicska téged illet, a tiéd. Ilyenje csak annak lehet, aki méltó is vesz rá. Nagy elhitattal vette át, sokáig fogta kis kezében, majd gondosan eltette a nyakába lógó kis tarsolyába, úgy, mintha mindig is az övé lett volna. Bólintott, és nagyon halkan szólt. Köszönöm, bácsi. Mindent megteszek, hogy méltó legyek rá, mondta, és váratlanul megölelt. Nem tudtam megszólalni, csak hallgatni. Még akkor sem, amikor a gyermek bicikliének kereke már messzire kavarta a port. Az öreg barátom járt az eszembe, és a tőle tanultuk. A sírjához lépve, alázattal hajtottam meg őszülőkkel, mert a pusztának törvénye van. Papírra soha nem jegyzett, kőbe soha nem vésetett, Istentől vétetett. Zetényi Csukás. Köszönöm szépen, kedves barátaim, ez is hallottátok ezeket a történeteket. Leggyakoribb szavak benne a tisztelet, az a szeretet és az alázat. Az utolsó történetet hallgassátok meg tőlem, és majd utána, hogyha esetlegesen lesz kérdésetek, akkor arra nagyon szívesen megfelelek, és mivel is bőrészessé váltatok, ezért akár tőlük is lehet kérdezni. Az írás címe, ugye nem feleded. Kotogu lassan fújta ki a pipafüstöt, majd nagy görbe mutatójával vádlóan reámutatott. Nimród a szkítáknak, Attila a hunoknak, Baján a zavaroknak, Árpád a magyaroknak volt a vezére. Ők adtak példát a szkíta bölcsességre, a hun becsületre, az avar jellemességre és a magyar tisztességre. Így követték egymást az idők során, és így követték őket övéik is a példájuk után. Addig, amíg nem térünk vissza a régi értékeinkhez, amíg hagyjuk, hogy kufárok élősködjenek rajtunk, amíg hagyjuk, hogy idegenek döntsenek a nemzetségünk sorsáról, addig elveszejtésre van ítélve az így feszítő népe. Felvetett fejjel, daccal néztem az öreg szemébe, és erősdükkel kiáltottam felé. Mond, mit tehetnék én? Az idős férfi mellém guggolt, és megsimogatta alig 14 éves kovakomat. Halkan, alig hallhatóan suttogta, lénye és magyarsága minden szeretetével. Mutassuk egymásnak példát, így kezdődhet minden változás. Őszintén hiszem azt, hogy ha még pátoszosnak is hangzik néhányunknak, magyarnak lenni erős elhívás és megtartó erő. Nem privilégium, hanem egy minden mást felülíró közösségi érzés. Azoknak az embereknek a közössége, akik határon innen és túl, büszkén vállalják és vállalhatják magyarságukat. A nemzethez való tartozási jogokkal és kötelezettségekkel jár, és a hazánkért megcselekedett tettekkel is. És ha ezt betartjuk, akkor meggyőződésem, hogy Magyarország felett újra kisüt a nap. Természetesen ezt nem lehet örvendem kézzel várni, és azt is tudom, hogy nem lehet mindenkivel összefogni, és a saját hibáink sem rejtettek előttem. A hibákat ki kell javítanunk, és akinek hiába nyújtjuk kezünket, azt útjára kell engednünk. Nekünk pedig munkához kell látni, és meg kell valósítunk, amiben én kizárólag hiszek a nemzeti egységet. Ezt azonban csak az egymás felé való tisztelettel, a sérelmek és az ego levetkőzésével érhetjük el, és egy célért küzdők összefogásával. Nemzetben kell gondolkodnunk, hogy Magyarország magyar maradjon mindörökre. Köszönöm szépen!